Párizs felett sötét felhők gyülekeznek. A város mélye pokoli titkot rejt. Egy gyilkost, aki kegyetlenebb mindenkinél. Azt mondta, az ördögöt keresi, de ő maga volt az ördög. Legyőzhetetlen. Mert hatalma nem e világból való. A villámcsapás áldozatai nem szoktak lángolni. A maszk olyan, mint a tükör. Nem értem. Mintha arra késztetni az áldozatokat, hogy szembenézzenek önmagukkal. Vidok, a klasszikus történet új feldolgozása Gérard Depardieu-vel és Guillaume Canet-vel a főszerepben. Ma este 10-kor a Duna Televízióban. Együtt voltunk a gyermekotthonban, amikor evakuáltak. Tudod, 44-ben. Egy találkozás mindent megváltoztat. Ez a 9-es tablókép Tyumenyből. Ez a darabka Alexejnél maradt meg, véletlenül. A szíve mélyén az emlékek elevenen élnek. A boldogságot választani sohasem késő. Mi az, hogy szereti? Szerelmesnek az én koromban szokás lenni. Teli holdas kert. Orosz film, hétfő este 8 órakor a Duna Televízióban. Klubrádió. Már 10 megyében az ország közel 50%-án. Negyed óránként hírek, közlekedési hírek, időjárás jelentés, interaktív magazin műsorok, szakértő vendégekkel. Vélemények, hírek, Klubrádió. Hallgasson bele! Színes RTV. A legszínesebb műsorújság. A Duna Televízió szombati sporthíradója. Köszöntöm Önöket! A Lipcsében rendezett Vivo világbajnokság utolsó versenynapján női karcsapatunktól számíthattunk éremközeli eredményre. Női karcsapatunk megszerezte a Vivo válogatott harmadik érmét a lipcsei világbajnokságon. Nagyon súlya Csaba Edina, Sznopek Gabriela és Varga Dóra a harmadik helyért Lengyelországot 45-38-ra verve lett bronzérmes. Kicsit felemásra sikerült a nap, mert az amerikaiak ellen nagyon nem voltunk a páston, egyikünk sem. És azért össze kellett rántanom a csapatot a bronz mérkőzés előtt, de azt hiszem, hogy ez sikerült, és végig azt mondtam a lányoknak, hogy ettől a lengyel csapattól soha nem kaptunk még ki. Nem most kezdjük el a VB bronz meccsen. Olyan emberek nyerték az érmeket a világbajnokságon, akik abszolút nem voltak oda sorolva, hogy érmesek lesznek. Hiszen ha az Edinát vesszük, ha a női párból tört csapatot, akik szintén egy bravúrt hajtottak végre, és hát aztán minket is, tehát... Bár mindig így legyen, hogy azt mondják, hogy nem vagyunk esélyesek, és aztán mégis. Tehát ezt aláírjuk aztán minden évben. A szlovének legyőzése után a spanyolok ellen is nyert, mégpedig 33-25-re a VB-re készülő magyar női kézilabda válogatott a Kroácia kupán. Nehéz mérkőzés várt az MKB Veszprém csapatára a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportmérkőzéseinek harmadik fordulójában. A bajnoki címvédő és eddig 100%-os pásztorék hazai pályán a tavalyi döntő spanyol Ciudad Realt látták vendégül. A várakozásoknak megfelelően egy parádés színvonalú fergeteges meccsen fennállása során először az MKV Veszprém legyőzte a kétszeres bajnokok ligája ezüstérmes spanyol Ciudad Real gárdáját, amelynek kapuját az a Sterbik Árpád védte, aki nemrégiben még a veszprémieket erősítette. Az első félidő végén vezettünk, a másodikban is sikerült tartani az ideig, aztán sok hibával játszottunk. Tényleg rosszul játszottunk, nem jött össze elég sok dolog, sokat hibáztunk, és ezt a Veszprémnek sikerült kihasználni. Úgyhogy szerintem ez volt itt a végső eredménynek az oka. Második félidő elején úgy tűnt, hogy ha elhúznak, akkor azt mondom, hogy uralni tudják a mérkőzést, és akkor bajba lettünk volna. Fel tudtunk állni vesztett helyzetből, és akkor már mi voltunk lélektani fölényben, és a végét mi bírtuk jobban. A másik BL-ben érdekelt férfi kézilabda csapatunk a Pixeget 23-22 arányban kikapott a bosznia-hercegovinai Izvidász Ljubuski együttesétől idegenben. Léko Péter győzött az üzbék Kassim Janow ellen, míg Polgár Judit remizette a bolgár Topalovval az argentinai San Luisban rendezett sakkvilágbajnokság zárófordulójában. Topalov nyerte a VB-t, Léko az 5., Polgár a 8. helyen zárt. Jól kezdtek a magyar maratoni kajakkenusok a Pörszi világbajnokságon. A kenu egyesek mezőnyében Csaba Edina tavalyi címét megismételve aranyérmes lett, ugyanebben a számban Gyüre Attila bronzérmet szerzett, míg női kajak egyesben Fóllát Vivien a dobogó második fokára állhatott fel. Az első futószakasz után egy kilométer, vagy mondjuk kettő, amikor el tudtunk ketten menni, ahogy terveztük, de ez a spanyol út elért minket egyedül, és aztán utána addig dolgozott, amíg végül is csak ketten maradtunk. Körülbelül 600 méterrel a vége előtt szakadtunk el egymástól, de hát én az utolsó méterig nem voltam benne biztos, hogy megverem, mert végül is úgy alakult, hogy bekerült mögém. Én hallottam, hogy mindenki drukkol nekem, de nem tudtam, mennyire van mögöttem, úgyhogy én csak nyomtam, mondom, megyek, ha meddig bírok. A magyar válogatott VB-selejtező mérkőzéseit követően újra fordulót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NB1-ben. A nyitó mérkőzésen az újonc Reaca bajnoki címvédő Debrecent fogadta. Szezonbéli eddigi 6 meccsének mindegyikén 2 gólt rugott a pirosmezes vendég Debrecen. A kérdés az volt, ha a sorminta folytatódik, ez mire lesz elég a budai László stadionban. Hol az az egy, kérdezték sokáig a vendéghívek, mivel az első 45 perc bátran pályázhatna minden idők legrosszabb első félidejének nem annyira megtisztelő címére. Az egyetlen említést érdemlő esemény a 32. percben történt, ekkor kis szabadrugásból találta meg Máté fejét. Aztán más semmi. Sándor Tamás is érezte, hogy ez így halovány, mert a 61. percben egy szögletet követően belőtte a Loki szokásos második gólját, ettől persze nem lett jobban, mert sőt. Annak ellenére, hogy az ultragyenge hazaiak megpróbáltak már az ellenfél kapuja felé futballozni, és a 68. percben nyerges révén elnyerték jutalmukat. Ám de a címvédő megőrizve jó szokását, ismét rúgott 2-t, és ennek 3 pont lett a jutalma. Rákospalotán pedig továbbra is elég egy új, hogy megszámolják eddig összegyűjtött pontjaik számát. A listavezető Fehérvár Pécsen is nyerni tudott 2-0 arányban, míg az MTK kiütötte a Pápát 7-0-ra. A Zalaegerszeg 1 ponttal távozott Kaposvárról, csak úgy, mint a Tatabánya Angyalföldről. Az újrajátszó Budapest Honvéd 2-1 arányban diadalmaskodott Győröt, míg a Diósgyőr pontokat vesztett a Sopron ellen. Az Újpest-Ferencváros mérkőzést a vasárnap játsszák. A férfi röplabdázók élcsapatok kupájában továbbjutó Vegyészterci Kazincbarcika a volt kaposvári edző Demeter Györgyel az élén, ebben az idényben először játszott a nagy rivális somogyiakkal. Ezúttal nem a bajnokságban, hanem a közép-európai ligában. Nem csak az edző, de 2 játékos is érkezett a bajnoktól, így Gelencsér Balázs vegyes érzésekkel készült korábbi csapata ellen a barcikai bemutatkozásra. Nagyon vegyesek az érzések. Csapatásának, Pampu Csabinak mondta is, hogy nagyon furcsa ezen az oldalt ülni. De hát ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a győzelemért. A Gyuri is, én is, a Csaba is, meg a csapattársaim szintúgy. A csapatcsere némi zavart okozott a fejekben mindkét oldalon, aminek hatása meg is látszott a játékon. Az első szettben egy ide, egy oda, ez nem csak a pontokra, a hibákra és a jó megoldásokra is érvényes volt, ám 23-22-es vendégvezetésnél Tomanóci hibáját követően a kaposváriak éltek a lehetőséggel. A folytatásban azonban már érezhető volt, hogy Demeter edző alaposan ismeri korábbi csapatát, és bár az egyes játszmák szoros eredményt hoztak, mindegyikben a hazai csapat elgondolása érvényesült, így a Kazincbarcika 3-1-re nyert a Kométa Kaposvár ellen. A női kosárlabdázók elmúlt évi bajnokságában is nagy csatát hozott egy-egy BSE Szeged mérkőzés, ez most sem lehetett másként, hiszen a Városmajorban 2 eddig 100%-os csapat mérte összetudását. Az összecsapás első félidejében Farkas Sándor tanítványai túlzottan is átadták a szabad területet a szegedieknek, ennek volt köszönhető, hogy az egykori városmajori légiós, ma már szegedi Violetta Vukovics élhetett is az előtte adódó zicserekkel. 41-34-es szegedi vezetéssel kezdhettek neki a csapatok a második félidőnek, melyben nem csak védekezésben, de dobószázalékban is feljavult a BSE, olyannyira, hogy Kosjár vezérletével 10-0-ás sorozatot is produkáltak a piros-fehérek a harmadik negyedben. Ekkor már a Szegednek kellett kapaszkodnia a 61-61-es állás után, azonban az utolsó 4 percben jobban koncentráltak a hazaiak, és kiélezett csatában megérdemelten nyertek 74-69 arányban. Ennek a csapatnak össze kell szoknia egymással, és addig, amíg a támadásban egymást nem ismerik a játékosok, egymás szokásait nem veszik föl, addig nyilván az első mencsvár a védekezés, a lelkesedés, az akaraterő, a hozzáállás. Ebből ma példásra vizsgáztak a lányok, bízom benne, hogy a támadójáték is zökkenőmentesebb lesz majd később. A BSE mellett a mai fordulóban csak az atomerőmű tudott hazai pályán nyerni, a Szolnok Győrben, míg a Diósgyőr Zalaegerszegen diadalmaskodott. A VB pontversenyben 3. helyen álló Talmácsi Gábor a 3. helyről rajtolhat a gyorsasági motoros világbajnokság 125 köbcentis géposztályának ausztráliai futamán. Az élről az összetettben második svájci Lüthi kezdheti a versenyt, míg Talmácsi csapattársa, az éllovas Kallio az 5. pozícióból indul. 8 gyorsaságira került sor ma a ralibajnokság Tokaj környéki zárófutamának első napján. A rendkívüli izgalmakat fokozza, hogy még 4-en pályáznak az abszolút győzelemre. Elmaradt a várt tűzijáték a ralibajnokság zárófordulójának első napján. A 4 bajnok esélyes minden tőle telhetőt megtett, ám ifjabb Tóth Jánossal ezúttal nem bírtak. Az első 4 gyorsasági után ő állt az élen, Beniket Turit és Spitz Müllert megelőzve, idegességre tehát semmi oka nem volt. Nagyon jól érzem magam az autóba. Egy kicsit más beállítású 206-os kaptam most erre a versenyre. Talán egy kicsit jobban sikerült az én stílusomhoz állítani, ezáltal gyorsabban tudok úgy néz kikanyarodni. És hát ehhez kellett az is, hogy nagyon jó keverékű gumit sikerült felrakni az első körre. A helyzet a második körben sem változott, így a nap végén ifjabb Tóth János 22,7 másodperccel vezet Benik, 37,3-mal Turi és 42,2-vel Spitz Müller előtt, így a holnapi 4 gyorsaságén csak tartania kell előnyét, és megvan az újabb, immár 7. bajnoki cím. Az A csoportban Botka Dávid, az N-ben Matics, a Super 1600-ban Bútor áll az élen. A német labdarúgó Bundesliga 9. fordulójának rangadóját Gelsenkirchenben rendezték, ahol a bajnokságban még veretlen Schalke, a listavezető bajnoki címvédő Bayern Münchent látta vendégül. Nem sok olyan stadion lehet Németországban, ahol a Bayern München még nem tudott nyerni, az egyik azonban az Auf Schalke Arena, ahol 4-ből 4-szer kapott ki a Schalke-től. Ezen akart változtatni a német rekordbajnok, és a 19. percben meg is szerezte a vezetést Roque Santa Cruz góljával. Ettől a hazaiak aktiválták magukat, de Ernst lövések is váltatva elkerültek Kahn kapuját. Bár a Schalke magánál tartotta a kezdeményezést, sokáig úgy tűnt, a Bayern 3 ponttal távozik. A hosszabbítás perceiben azonban felpörögtek az események. Schweinsteiger és Larsen légi ütközete büntetővel végződött, amit Larsen gólra váltott. Így a Bayern még mindig nyeretlen az Auf Schalkében, igaz, most már legalább szerzett egy pontot. A Duna Televízió 12 perces szomati sporthíradója után valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!